Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében elindult az elmúlt 30 év legnagyobb hadgyakorlata. NATO hadgyakorlat sok ország bevonásával, sok más szerv bevonásával. Böröndi Gábor a Honvicsi vezérkari főnöke vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 30 éve nem látott hadgyakorlat. Mit fog megmutatni önöknek ez a nagy seregszemle? Önmagában az, hogy a legnagyobb gyakorlat a következőket takarja. Van egy katonai mozzanata, azt is mondhatnám, hogy hagyományos katonai tevékenységet folytatunk. Felvonulás, szétbontakozás, csapatok kérkeznek a gyakorlótére, lövészet, de ez, egy, ez most jóval több. Miért mondom ezt? Mert le tesztelünk, és megnézzünk olyan együttműködési kérdéseket, amit a múltban nem. Tartalékos erőket hívunk be, felkészítjük őket, illetve a gazdasági szolgáltatást veszünk igénybe az erre vonatkozó kormányrendelet alapján. Korábban ezeket soha nem vizsgáltuk, soha csak beszéltünk róla. Most odáig jutottunk egyébként, hogy ebben a komplex gyakorlat keretében a katonai műveleteket, összehangoljuk a NATO tervekkel, és egyébként a civil közigazgatást is ebbe belevonjuk. Tudna nekem példát mondani, hogy mondjuk, hogy zajlik ez? Tehát például az északkeleti vármegyékre ugye most ki lett hirdetve a, a, kormányrendet alapján a veszélyhelyzet, és igénybe vehetünk gazdasági szolgáltatást. Eddig mindig megkerestük, hogy melyik kollégium hol tudjuk a katonáinkat elhelyezni, ma pedig oda megyünk a főispánhoz, és kérjük, hogy 400 katonát el kell helyezni. Ő pedig egy határozatban kijelöli az erre alkalmas épületet, állami ingatlant, és azt megkapjuk, a honvédség igénybe veszi. Ide bevonultatjuk a tartalékosokat, felszereljük, ezt követően kiképzés, és utána kritikus infrastruktúrának az őrzésvédelmére védelmére használjuk fel például az így bevonult személyállományt. Milyen szervezetek érintettek ebben? Most a főispánságot is említette már. Tehát a civil adminisztráción túl ugye a hadseregnek minden szervezeti eleme, a vezékkal, a középszintű parancsosságok és minden alakulat. Maga a nagyságrend, magyar katona nagyjából 4500 fő, körülbelül 570 tartalékos katona, és mellette olyan 380 külföldi katona vesz részt. Azt láttuk már, ugye napok óta önökön keresztül jöttek ki a hírek, hogy a helikopterek is már elindultak, a folyami flottából is, a tüzérség is elindult, már fognak lőni is? Természetesen. Hol? <laughs> no, a nulla ponton fogjuk egyébként az újonnan beszerzett Panzerhovicer 2000-es ütegünket rendszerbe állítani, ami azt jelenti, hogy korábban ilyen sem volt, több mint, több mint 20 km távolságból hajtunk végre éles lövészetet. A katonáknak megnézzük, hogy a felkészültsége, a technika és maga a parancsoki állomány hogy érett össze, és éles tűzfeladat keretében megmérjük az új technikával felszerelt személyállományt. Mi lesz a külföldiek szerepe? A külföldiek szerepe a következő, ugye a NATO vállások kapcsán, az elmúlt időszakban a NATO olyan döntést hozott, hogy a keleti szárnyat megerősíti. Fent a balti államoktól, egészen ellen a Bulgáriáig. Magyarország ugye az egyik keret nemzet, ha fogalmazhatok így. Ennek keretében állomásoznak horvátok, törökök és olaszok Magyarországon. Ez a körülbelül 380 fő, mellette magyar katonákkal kiegészítve. Ez az a zászlói harcsoportnak a dolga, A fogalmazhatok így, hogy megelőző erőként a NATO részéről Magyarországon állomásozik. Ezt az erőt most egy helyre összevonjuk, ezt követően átcsoportosítjuk az észak-keleti országrészbe, ahol kiképzési feladatokat hajtanak végre. Mire gondolok? Például az olasz század ejtérnyős ugrást fog végrehajtani Nyíregyháza térségében. Ugye ez tulajdonképpen olyan, mint egy kosztümös főpróba egy színdarabnál. Tehát mindenkit beve bevetnek, ott kell lenni a zenekarnak, ott kell lenni az ügyelőknek, hátul Tartanak kellemetlen meglepetésektől? Mit csinálnak akkor, ha kiderül, hogy valami nem úgy működik, ahogy kell? Ez a lényeg. Tehát, hogy tapasztalatokat szerezzük, nézzük meg, hogy mi működik, és mi az, ami kevésbé működik. Ugye, mi Tehát által... abszolút számolnak ezzel. Abszolút, mert ugye, ha a focihoz tudnám hasonlítani, a focihoz Magyarországon mindenki ért, hogy akkor, amikor a csapat kifut a pályára, akkor már uh, megvolt az edzés, játékosokat felkészítették, megvan a taktika, és lejátszák a meccset. Mi most ott tartunk, hogy kiválasztjuk a játékosokat, elkezdjük a taktikát gyakorolni, egyébként megkezdődnek az edzések. És ekkor látjuk, hogy hol kell majd a rendszerbe belenyúlni a civil közigazgatás részéről, a honvédség rendszerébe, és általában a, a hadsereg uh, milyen tapasztalatokat hogy gyűjtött, és hogy kell ezt majd kiküszöbölni a jövőben. Tehát néhány napon keresztül most gyakorlatoznak, utána mindenki hazamegy, vagy visszamegy az állomás és le fognak ülni, és heteken keresztül elemzik azt, tulajdonképpen, hogy mi is történt. Pontosan erről van szó. Tehát, hogy mennyiben változtatja meg a jogszabályi környezetet, milyen javaslatunk van erre, mennyiben változik meg a gazdasági szolgáltatásnak a rendszere, mit kell esetleg másképp csinálni a tartalékosok behívása kapcsán, milyen új módszereket kell bevezetni a katonák felkészítésébe, kiképzésébe. Mi történik akkor, hogyha valahol bebizonyosodik az, hogy sokkal gyengébbek vagyunk annál, mint ami, ami kívánatos lenne? Ekkor ki kell javítanunk, tehát erről szól ez a történet. Meg kell néznünk, hogy ami nem működik, az hogy tudjuk jobbá tenni, ha azt gondoljuk, hogy minden jól megy, és ezt próbáljuk sugalni, és nem a gyengeségünket, vagy a hiátusainkat nem találjuk meg, akkor ugye az egész rendszer működésére az hatással van. Úgyhogy nem félünk, ha jelentem attól, hogy megnézzük, hogy mi működik jól, és mi kevésbé. Ki kell javítanunk, ez a felkészítés kiképzésnek az elkövetkező fő feladatai. Milyen típusú fenyegetésre gyakorolnak most? Nagyon jó kérdés egyébként, hibrid fenyegetés. Egyrészt azért ne felejtsük el, hogy határaink mentén zajlik egy hagyományos háború, egy, egy ukrán-orosz háború, amelynek a tapasztalata a magyar honvédség is vizsgálja. Látjuk a mélységi precíziós tűzcsapásoknak a, a fontosságát, látjuk a drónok alkalmazását, azok elhárításának technikáit, látjuk, hogy hogy kell hogy újból telepítik az aknákat, hogy kell az aknamezőn átmenni, szurovikin vonal. Igen. Ezeket mind gyűjtjük, és beépítjük a gyakorlat rendszerébe és menetébe. A másik oldalról pedig nem, nem hallgathatjuk el, hogy a NATO-nak ugye két fő ellenségképe van, a keleti fenyegetés mellett ugye a terrorszervezetek, az ebből fakadó hibrid kihívásokra is felkészítjük az állományt. Például a tartalékos erők ezért őriznek majd kritikus infrastruktúrát. Szlovákia néhány nappal ezelőtt a határa vezényelt a hadseregét a migrációs problémák kezelésére. Ez szerepel valahogy a tervben? A migráció a Magyar Honvédség régóta készül, ugye 2015-ben a ideglens műszaki határzárat is a Magyar Honvédség alakulatai építették fel közösen ugye a BM erőkkel. A Magyar Honvédség természetesen nyomon követi, hogy mi zajlik a déli határnál, és benne van a felkészítésben és a kiképzésben. Kérem, hogy amikor befejezték és már sikerült a tapasztalatokban valamennyit leszűrni, akkor jöjjön vissza ide a stúdióba és mondják neki. Nagy örömmel fogom jelenteni. Böröndi Gábor, köszönöm szépen együtt. Köszönöm szépen a lehetőséget.